centrifugál kompresszorokat motorkerékpárokban használják, például a Kawasaki H2-ben, de néhány autóban is megtalálható. A kompresszort magát egy fémház fedi. Amint az impeller forgásba jön, úgy kezd el működni, mint egy fordított ventilátor, és a levegőt beszívja. Ez jól látható a pamutpamacsok által. A 100 000 fordulat percenként sem ritka ezeknél az impellereknél. A levegő extrém gyorsan áramlik be a kompresszorba, azonban amikor kilép, azt láthatjuk, hogy a levegő nagy mértékben lelassult, de a sűrűsége növekedett. Ez fontos, erre visszatérünk később. A centrifugál kompresszort ékszíjjal vagy fogasszíjjal hajtják meg, de jelen esetben egy bolygóműves hajtómű is megfelelő elérni a több mint 100 000-es fordulatszámot. Egy hasonló van a H2-esbe is beépítve. A kicsi fogaskerék középen az úgynevezett napkerék, egy tengelyel össze van kapcsolva az impellerrel. A koszorúkerék egy fogaskerék által van meghajtva, ami egy lánccal összeköttetésben van egy nagyobb fogaskerékkel, ami pedig közvetlenül a főtengelyre van szerelve. A kompresszor kivezetése közvetlenül hozzá van kapcsolva a motor nyílásához. Amint a motor beindul, meghajtja a feltöltőt, így biztosít sűrített levegőt a motornak. Ez azt eredményezi, hogy a motor több üzemanyagot tud elégetni és nagyobb lesz a teljesítménye. A H2-es motoron a levegő előről áramlik be a kompresszorba és végül a motorba. Mivel a levegő összenyomás során felmelegszik, gyakran használnak intercoolert. Azonban a H2-es esetében nincs szükség ilyen eszközre.